Túl sok hír jelent meg, Gesztesi Károly haláláról pedig voltak nála fontosabb halottak is. Erről értekezett az interneten az MSZP és a Demokratikus Koalíció korábbi politikusa, a DK-s Vada Jágnes volt férje. Egerfai József hosszan ír arról, hogy milyen felháborító, ami történik, de másokkal ellentétben őt csak a komoly művészek halála foglalkoztatja. A baloldali politikus közben megbocsátó az RTL 2-vel szemben, ahol kegyelet sértő műsor került adásba, Geztesi Károly halála után Egerfai József pozíciót kapott a fővárosban az októberi választás után, erről ma lemondott. Bevallom, engem csak a komoly művészek halála foglalkoztat. Ezt írta Egerfai József MSZP-s politikus Gesztesi Károly haláláról a közösségi oldalon a szocialista képviselő posztjában azt fejtegeti, hogy szerinte Gesztesi Károly inkább volt szelebb, mint színész, és őt a tragikus hirtelenséggel elhunyt művész sosem érdekelte annyira, hogy figyeljen rá. Egerfai József 2013-ban igazolta a DK-hoz a szocialistáktól, majd később újra az MSZP-be lépett vissza. Legutóbb Karácsony Gergely az egyik fővárosi cég felügyelőbizottságában adott neki pozíciót. Gesztesi Károlyról szóló posztját most az órigó tette közzé. A bejegyzéshez érkező kommentek között pedig többen is kérdőre vonták a szocialista politikust. Van fontos és kevésbé fontos halott? Tette fel a kérdést az egyik felháborodott hozzászóló, mire Egerfai József azt írta, szerinte igenis van különbség az elhunytak között, mégpedig idézem ösztársadalmi hasznosság alapján. Az ügy miatt Egerfai József végül lemondott arról a fővárosi felügyelőbizottsági megbízásról, amit Karácsony Gergelytől kapott, és a politikus Gesztesi Károly családjától is bocsánatot kért, csak hogy nem ő volt az egyetlen, aki a színművész halála után kegyelet sértő hang nem bentett említést Gesztesi Károlyról. Hétfő este az RTL 2 csatorna Sóder Klub című műsorának egyik 2016-os epizódját ismételték, amelyben az egyik humorista Gesztesi Károly szenvedélybetegségén viccelődött. A Bors online-on éppen a tragédia napján jelent meg egy interjú Gesztesi Károlyjal, amiben hitéről és kitartásáról beszélt, és arról, hogy három hét szabadságra megy, hogy kipihenje az elmúlt évet és feltöltődjön. Szombat délután azonban vezetés közben szívinfarktust kapott. Annyi ereje még volt, hogy autójával félreálljon és hívja a mentőket, 50 percen keresztül próbálták újraéleszteni, sikertelenül. Azon, hogy alig két nappal a tragédia után az RTL 2-n mégis leadták a színművészt gúnyolóadást, többen is felháborodtak a közösségi oldalon. Sokak szerint ki kellett volna vágni a gesztesi Károlyról szóló részt az adásból. Mások azt írták, ízléstelen és felfoghatatlan, hogy az RTL ilyesmivel viccelődik. És volt, aki úgy fogalmazott, az RTL hozta a szokásos otromba, súdri sutyó formáját. Az ügyben kerestük az RTL klubot, a televízió azonban csak egy korábbi közleményét küldte el, amelyben azt írták, fatális véletlen történt, amiért elnézést kérnek. Ebből viszont nem derült ki, hogy a szerkesztő miért engedte adásba a műsort, illetve ha előzetesen nem nézte meg, akkor ez azt jelenti -e, hogy a csatornánál senki sem ellenőrzi a tartalmat. Megkérdeztük azt is, hogy ki a felelős a történtekért, és hogy indítanak-e belső vizsgálatot az ügyben. Ezekre a kérdésekre azonban nem kaptunk választ.